Miután januárban még folyamatosan és lendületesen emelkedett az arany árfolyama, elérve aztán nagyjából a hónap vége felé 1300 dollárnál egy lokális csúcsot, azóta folyamatosan erodálódik ez az árfolyam nyereség, és tulajdonképpen odaérkeztünk hova tovább vissza, ahonnit január elején az évet kezdte az arany árfolyama, tehát fontos támaszszintek közelébe érkezett vissza az árfolyam 1200 dollár környékén, alá is ment már az árfolyam 1190 dollárnál is jártunk az elmúlt napokban, és ezekben a pillanatokban 1200 dollár környékén próbál stabilizálódni, megkapaszkodni a kurzus. Ez egy nagyon fontos támaszszint, nem is annyira az 1200 dollár, hanem inkább egy támasz zóna van valahol 1170 és 1200 dollár közötti ártartományban. Én magam arra számítok, hogy ebben az ártartományban meg fog állni legalábbis egyelőre az árfolyamnak a mostani esése, és innét egy emelkedésnek kellene talán következnie. Hogy meddig tarthat persze ez az emelkedés, az egy nyitott kérdés, vissza 1300 dollárig, vagy csak 1250 dollárig, netán újabb lokális csúcsig, 1300 dollár fölött, 1400 dollár közeléig is elszaladhatna talán az arany árfolyama. Persze ez csak az egyik forgatókönyv, a másik forgatókönyv abszolút lehetséges az is, hogy a mostani árszinteket nem tudja megtartani az árfolyam, és egyenesen kezd el zuhanni újabb mélypontokig, az eddig látott 1130 dollár alá is. De én ezzel az utóbbi forgatókönyvvel ebben a pillanatban kevésbé számítok. Azt gondolom, hogy a legutóbbi információk, pletykák szerint az amerikai kamat emelés, amire nagyon érzékenyen reagál az arany árfolyama, még kitolódhat, mégsem június-június táján fog ez következni, hanem nagyobb valószínűségét látom annak, hogy ez az év második felében fog majd csak bekövetkezni, és addig úgy érzem ebben a pillanatban, hogy talán még eltarthat egy rövid, középtávú rallia az árfolyamnak. Tehát én nem feltétlenül számítok arra, hogy ez a mostani támaszszint el fog esni. Amennyiben elesik, akkor azt hiszem, hogy lendületes árfolyam esést látnánk, de én mondom, ezzel nem feltétlenül számítok. Én azt gondolom, hogy egyelőre még van potenciál az arany árfolyamában, és még a mostani árszinteken érzek annyi erőt, hogy megfordulhat ez az árfolyam csökkenés, amit az utóbbi hetekben láttunk, és még kapaszkodhatunk a mostani szintekről legalábbis egyszer még feljebb.